2010. november 27-én újra mini rally a Kiskunlacházi reptéren. Nagy tempó, technikás, látványos kanyarok, biztonságos pályán. Több ezer lóerő, izgalmas csaták, különleges bitangerős autók, profi meglepetés versenyzők. Élő közvetítés, illetve látvány kategóriában kilincsel előre autóznak a driftesek. Sztár vendégek, meglepetések a nézőknek is, te se hagyd ki! Autós, motoros magazin Ördög Mixivel minden szerdán este 10-től éjfélig itt, a Rádióaktív 93.6-on. TRC. Ahol is nagyon szépen köszönöm Ronyet Zoli hozzászólását, és igen, a kérdésedre a válaszom. De következzék, Dormány Kristóf, üdvözöllek. Szervusz, Mixi, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Te vagy a Mini Rally főrendezője. Mesélj nekünk erről a sorozatról. Hát többek között én vagyok, igen, Buránszky Józseffel csináljuk ezt a rendezvényt immár, hát második, harmadik éve, és hál' Istennek most idén eljutott arra a szintre, hogy a komoly fejlesztésekben induljanak a komoly együttműködések. Teljesen új elrendezési pályán kezdtünk rendezni idén versenyt, így nem csinált még senki előtte. De a helyszín maradt Kiskunlacházi reptér? A helyszín maradt Kiskunlacháza, igen. Az elrendezésben annyiban változott a történet, hogy nem a rendezvény kapun, tehát a bugyi felüli kapun megyünk be, hanem mint nem ahogy... átálltatok a gatyára. Igen, mint ahogy átálltunk egy időszakban az útfelújítás miatt a Bárdi autóféle fő bejáratra, szimpatikusabbnak találtuk ezt, mert nagyobb helyet lehet kihasználni, és így a depó a hangárokhoz került, és a maradék aszfaltot teljes mértékben ki tudjuk használni. De nyugtass meg, továbbra is biztonságos a pálya, széles, jól járható és gyors. Természetesen biztonságos a pálya, a tempón tudtunk növelni, nagyobb a hely kihasználás, és nagyon tetszett a versenyzőknek a múltkori pálya, és hál' Istennek nagyon jól fogadták. Mikor következik a következő verseny? Most hétvégén lesz, szombaton, tehát 21-én lesz, 27-én lesz Kiskunlacházán ugyanúgy. Valamennyiben változtatunk a pályán, sok újdonság lesz, lesznek meghívott versenyzőink, mint például a Matics Misi, vagy a Madari Imre, speakernek meghívtuk Frankit, nem tudom, hogy mond-e így valamit. Természetesen. Igen, ez egy gyorsuláson nagyon sokat speakerkedett, és hát elhívtuk őt is, hogy ezzel is emeljük a színvonalát a rendezvénysorozatnak. Profi időmérőkkel dolgozunk, a Chrono Time, nem tudom, hogy ismered őket, Majos Házi Petiékkel. Hát hogyne ismerném, hiszen a veterán versenyek nélkülözhetetlen résztvevő. Igen. És nagyszerű, hát, profi szakember. Igen. Illetve a GTG stúdióval is elkezdtünk együttműködni, velük mindkettőjükkel megállapodtunk. Erre a komplet szezonra még 6 versenyünk lesz áprilisig, ugye így a holt szezonban, nem tudom, emlékszel tavaly, amit beszéltünk, így a holt szezonra elkezdődött a versenysorozatunk, és a következő 6 versenyre megállapodtunk a GTG stúdióval és a Chrono-val és ugye a Majos Házi Petiékkel is egy szoros együttműködésben egy olyan profi rendezést fogunk tudni összehozni, ami tartalmaz internetes élő közvetítést. Ugye ezt hol lehet majd megnézni? A Mini Rally oldalon lesz beágyazva. Tehát minirally.hu? Így van, a minirally.hu oldalon lesz beágyazva, és aki az orr időjárás miatt esetleg valamiért nem akar kijönni és megnézni test közelből a gyönyörű és über brutál erős autókat, az követheti szemmel otthon a gép előtt, és hát a kedvet kap a következő alkalomhoz. Hány autóra számítasz a hétvégén? Hát ez nehéz lenne megmondani, hogy hány autóra számítunk. Hiszen nálad helyszíni nevezés van, ugye? Helyszíni nevezés is van, meg előnevezés is van. Jelenleg 41-42 előnevezőnél tartunk. 40 van publikálva egyelőre a honlapon. Hát nem tudom megmondani őszintén, mert az időjárás miatt eléggé elcsúszott a nevezés mindenki. Az előző versenynél 2 héttel előtte már ilyen 50-60-70 nevezőnk volt. Igazából a verseny előtti napokban 80-ig duzzadt fel ez a történet, és így kicsivel több mint 100 nevező indult. Hát most ugye 2 nap van hátra, 40 pár nevező van, de szerintem ez csak is az időjárás miatt félelem.
Nincs miért, reméljük lesz egy kis hó nektek. És még annyit, ha nem titok, mennyi a nevezési díj a te versenysorozatodban? Előnevezés esetén a legkedvezményesebb az 10.000 forintot jelent. Ez nagyságrendileg ugye minden amatőr versenyen körülbelül ennyibe kerül. Mi se szeretnénk fölé menni az áraknak, viszont szeretnénk ezt a szolgáltatásokat adni. Ez miben nyilvánul meg? Masszázs, ilyesmi vagy? Ja, nem. Hát ez az élő közvetítés. Az élő közvetítésnél lesz lehetőség reklám, egyéb például mondjuk valamilyen csapatnak a reklámját nyomatni. Egyre több helyen szeretnénk megjelenni a médiában, szeretnénk egy kicsit az amatőr autósportot egy kicsit, hát hogy is mondjam, ismertebbé tenni az emberek számára, mert sokan igazából tudják azt, hogy van gyorsulás, meglátják a médiában, hogy van drift, de ugyanakkor lehet, hogy kimennének egy olyan amatőr rallira is, amint mondjuk 5-600, vagy esetleg mint például a mi versenyeinken is Farkas Isti szokott jönni az 1000 lóerős Audiával is, vagy például GTR-eket látni, vagy legutóbb például Bertalan Miklós hozta el az első fordulóra, nem tudom, hogy hallottál-e róla, egy 2007-es Subaru Impreza VRC-t még hozzá, Petter Solberg ex VRC-t, ugye a futkori versenyünkre ez elég nagy sikert aratott. Azt nem csodálom, hallod, ez egy nagyon nagy komoly dolog. Büszke vagyok rátok. Így van, hát köszönjük szépen. Igazából mi is törekszünk, Evo Klub találkozónk volt, próbálunk egy olyan közönséget felvonultatni, ami a nézők számára is vonzó lehet, és így a versenyzőknek is fogunk tudni szerintem segíteni abban is, hogy ne csak a saját pénztárcájukból emeljék ki ezt a pénzt, mert rendkívül komoly fejlesztések vannak itt kifejezetten a versenysorozattal nézve, néha nézünk nagyokat, hogy mennyire elszántan törekednek arra, hogy előrébb jussanak a dobogó meg felső fokáig az adott kategóriában. Hát ez valahol érthető. Azt mondd meg nekem, légy szíves, milyen autókkal és kik indulhatnak ezen? Lényegében ugye amatőr versenyről van szó, ezért nem tesszük kötelezővé sem a homlók rendszerek kiépítését, semmilyen és ehhez hasonló dolgokat. Egyetlen egy, tehát két fontos dolog van, ami nélkül nem indulhat el a versenyző, ez pedig a biztonsági, az is a bukós is. Milyen korosztályt vártok? Gyerekek is jöhetnek? Jöhetnek gyerekek is, igen. Van külön junior kategória nekik is, mint ahogy a hölgyeknek is van külön kategóriájuk. 16 év alatti gyerekek nevezhetnek oda, illetve nevezhetnek a saját kategóriájukba is természetesen. Hát a felső korhatárok meg neki belátása szerint. Értem. Hát ez egy nagyon komoly dolog lesz. A nézők, ha jönnek, hány órára és merről közelítsék meg a pályát? 7 órától nyitjuk a kapukat, 10 órától lesz, legkésőbb 10 órától elkezdjük a mért köröket, és hát hogyha a Kiskulacháza felől jönnek, akkor Bankháza felé kell elkanyarodni, és egy ilyen 50-80 méter után már látjuk is a bejárat, és onnan már nagyon egyszerűen oda lehet találni. Hát végül is ugye Kiskulacházi reptérnek a széléje. Mit javasolsz, aki még nem indult, és most szeretne elindulni ezen a versenyen? Ha kijön, hányra jöjjön, van-e gépátvétel, mi a teendője? Hát először is azt javaslom, aki még nem indult ezen a versenyen, hogy a www.miniralj.hu oldalon minden ilyen szükséges információról tud tájékozódni. Térkép is van fönt, oda lehet találni nagyon könnyedén. Kategóriában a bályok, minden fönt van a weboldalon segítségként. Hát azért nyitjuk 7 órától a kapukat, ugye 3 órát adunk az edzésre, mert a sötétedés miatt, hogyha elég sok, és ha mondjuk ilyen 100 fölötti nevező, akkor az necces lehet, hogy sötétedés előtt abban hagyjuk ugye a versenyt, a sötétben nem vállaljuk a biztonsági okok miatt, ugye. Hát én azt javaslom, hogy minél előbb. Aki korán kell, alanyat lel, így ugye, van, mondja a mondás. Minél előbb kint van, annál nyugodtabb lehet. És a nézők, ha jönnek, van-e esetleg belépődíj? Nézőknek 1000 forintos belépődíjat kérünk el. De ezért tudom, extrákat is kapnak. Hát igen. Hát olyan autókat láthatnak igazából, amit hát mondjuk múltkori közönség soraiból, illetve a múltkori versenyzők közül azért voltak a fórumokon olyan megjegyzések, hogy ralli első osztályt, meg szégyenítő mezőny, meg ilyenek. Itt tényleg olyan elmebeteg autók is sajnos jönnek. Sajnos azt kell mondjam, hogy ez ma már nem kunst.
Hát igen, mondjuk. Elég szomorú, hogy itt tartunk. Szűkítő, meg lóerő, meg minden ilyesmi, de hát sajnos elég költséges az autósport, főleg a homoló rendszereknél, úgyhogy kezdenek a versenyzők egy kicsit elmenni a költséghatékonyabb megoldások felé. Hát így meg ugye az eget verdeső lóerők kerülnek ebben. Kristóf, azt áruld el még nekem, légy szíves, most ugye kezdődik a bajnokságotok ezzel a mostani versennyel, mennyi időnként követik egymást a versenyek tavaszig? Azt kéne, hogy mondjam, hogy havonta egy versenyünk van, viszont a december hónap az kimarad. Tudom, akkor jön a Jézuska. Igen, a karácsony, az ünnepek, meg egyéb másokok miatt. Január végén lesz a harmadik fordulónk, és áprilisig bezárólag havonta egyszer tartjuk meg a többit, illetve április elején és április végén is lesz majd. Nagyszerű. Én egy kalappal kívánok neked ehhez, és köszönöm a lelkesedéseteket az utánpótlás nevében, csak így tovább. Normán Kristófot hallottuk, a Mini Rally rendezőjét. Jó éjszakát neked! Köszönöm szépen, jó éjszakát neked, és minden kedves hallgatónak is. 2010. november 27-én újra Mini Rally a Kiskunlacházi reptéren. Nagy tempó, technikás látványos kanyarok, biztonságos pályán. Több ezer lóerő, izgalmas csaták, különleges bitangerős autók, profi meglevetés versenyzők. Élő közvetítés, illetve látványkategóriában kilincsel előre autóznak a driftesek. Sztár vendégek, meglepetések a nézőknek is, te se hagyd ki!